Fogadó című magazinunkban a település részi képviselők kiemelten ejtett szót a körzetében élőkről, akik nagyon kedvesen fogadták, mivel a fórumok alkalmával sikerült a programja mellett magát is elfogadtatni. A személyes találkozások remek alkalmat teremtettek arra, hogy elmondják a lakosok a problémáikat. A képviselő kiemelte a Bajcsi Zsilinszki lakótelepen és a Kávin utcán az illegális hulladék lerakást, amelynek megoldása lehet a zárható konténerek, valamint a kameranrendszer kiépítése. Talán a legfőbb problémát jelen esetben a lakosok tekintetében a csapadékvízelvezetés jelenti, illetve a zöld területek karbantartásának hiánya. Viszont ki szeretném emelni, hogy a sok negatívum mellett azért a a lakosokat, illetve a lakossággal való beszélgetés során számos visszajelzést kaptam azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat erőfeszítéseit nagyra értékelik, és a különféle oktatási nevelési intézmények felújítását, valamint a készülőben lévő Calvin utcai rendelő teljes megújításának nagyon nagy nagyon-nagyon örülnek. Továbbá szó volt még a Bajcsi lakótelepen lévő parkolók bővítéséről és a Marospartról is. A települési képviselő szívügyének tartja a vízközeli területek fejlesztését, és úgy gondolja, hogy nem csak a belvárost kell szépíteni a turisztikában. Úgy gondolom elsőként egy utat kellene kialakítanunk ahhoz, hogy a családok ne csak autóval, hanem biciklivel vagy gyalogosan is biztonságos körülmények között le tudjanak látogatni a Marospartra, és ott el, tudjának, el tudjanak tölteni akár egy egész napot is. Ehhez azonban a lomkorna sétány alatti játszótér fölújítására, bővítésére van szükség, illetve akár a vállalkozások támogatása által szálláshelyek további kialakítására például a vendégház, illetve ö, fölügyítására. Széke Ildikó tovább a család és ifjúságvédelmi tanácsnoki pozíciót is ellátja. Tovább szeretné folytatni azokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyet már elkezdett a városvezetés annak érdekében, hogy a fiatalok és idősek, illetve családok a településen maradjanak. A teljes beszélgetést híradunk után tekinthetik meg.